Változásokkal a keretben, de változatlan tervekkel teljesítette felkészülését a hétvégén már a bajnoki nyitányra készülő DVTK női labdarúgó csapata. A mögöttünk hagyott szezonban a lelkesedés, a motiváció volt a jó teljesítmény alapja. Ezeket a tulajdonságokat szeretné a vasárnap kezdődő bajnokságra is átmenteni a miskolci csapat. A DVTK csapatkapitánya az U19-es válogatott edzőtáborába meghívott Vakter Fanni vezényelte bemelegítés után egy speciális kézilabdás játék színesítette a tréninget. Aztán beindult a munka, hiszen az elmúlt szezon szép eredményeit a 2019-20-as szezonban, ha lehet, szeretné akár túlszárnyalni is a csapat. Azt veszem észre a társaimon, hogy mindenkinek van egyéni célja, és csapatszinten mindenkinek ugyanaz a célja, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Ezáltal nincsen az, hogy most megnyugszunk egy picit is, mert felkészülés van, csak éljük túl, hanem azt érzem mindenkin, hogy igenis hajt, igenis keményen edz, mert tudja, hogy meg lesz az eredménye. Természetesen az újonnan érkezőknek egy kis időre van szükségük, amíg belerázódnak a DVTK taktikájába, megismerik az elvárásokat, de mint megtudtuk, olyan játékosok jöttek a csapathoz, akik kellő játék intelligenciával ezeknek az elvárásoknak nagyon gyorsan eleget tesznek majd. Természetesen szeretném azt, hogy egy ugyanolyan hajtós csapat legyen, mint amilyen volt. Posztokra igazoltunk idén-nyáron is. Én azt gondolom, hogy ezek a lányok olyan karakterek, akik ezt a szellemiséget át tudják venni és tudják folytatni. Mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a csapat sikeres legyen, és velük én azt gondolom, hogy erősödni fog a csapat. A DVTK újjászerveződő védelme és a továbbra is nagyon erős előrejátéka napokon belül vizsgázni is fog, ugyanis augusztus 18-án vasárnap 17 órától hazai pályán kezdi meg bajnoki szereplését a miskolci csapat az Astra ellen.